akkor tehát a következő előadónk, Deme Barnabás, aki itt az ELTE atomfizika tanszékének egy asztrofizikus doktorandusz hallgatója, csillagásznapon végzett, és amúgy a szobatársam, ugye, csak hogy ilyen dolgokról beszéljünk. És alapvetően a mai estén én úgy tudom, hogy a Holdról fog beszélni, és arról, hogy miért nem esik ugye ez a Hold a fejünkre. Én úgy tudom, hogy foglalkozott ilyen három test problémákkal, hogy hogyan viszonyul egymás, hogy három égi test az űrben, és ennél hogyan tudunk ebben valami következtetéseket levonni. Úgyhogy fogadjátok sok szeretettel, biztosan érdekes lesz. Hajrá! Köszönöm szépen! Jó estét kívánok mindenkinek, vagyis kellemes kutatók éjszakáját. Ahogy az irodai szobatársa Mágia az imént elmondta, engem Deme Barnabásnak hívnak, és tényleg csillagász, asztrofizikus vagyok. Kettő emelettel följebb itt az épületben. Ágihoz hasonlóan én is ilyen modern univerzummal kapcsolatos asztrofizikai témákat kutatok. A mostani előadás az nem fog talán annyira modernnek tűnni, mert hogy nem neutroncsillagok, fekete lyukak, ütköző galaxisok, meg hasonlók lesznek benne, de higgyétek el nekem, és itt most lábjegyzőben hozzátenném, hogy kérem, hogy tegezzük ki, vagyis én megengedem magamnak a tegezést közvetlen mikrodéket. Szóval higgyétek el nekem, hogy a matematikai háttere, meg a fizikai háttere ezeknek a dolgoknak nem kevésbé izgalmas, sőt, hát sokszor meglehetősen nehéz, akár jóval nehezebb, mint ezeknek az exotikusan hangzó neutroncsillagos titoknak hasonlók. Szóval azt gondolom, hogy mivel ezt az egész rendezvénysorozatot kutatók éjszakájának hívják, és nem kutatások éjszakájának, ezért talán belefér az előadás első egy vagy másfél percében az, hogy bemutassam magamat, mint kutatót, csak egy olyan rövid szempontból, hogy én miért lettem csillagász. Csak nem akarok egyből gyorsan belevágni a háromtest problémámat az asztrofizikára, szeretném valahogy felvezetni. Az az elméletem, ez inkább szociológiai sem, mint fizikai elmélet, hogy mindenkinek az életében, a gyerekkorában van legalább két hét, valakinek picit hosszabb, amikor szeretne csillagász és vagy űrhajós lenni. Az emberek 99,9%-ánál ez, ahogy mondtam, kettő hét vagy egy hónap után elmúlik, és vannak néhányan, akiknél nem. És én egy vagyok ezen néhány ember közül, csak hogy lássatok a számokat, évente körülbelül 10 csillagász fékez Magyarországon, tehát tényleg nem vagyunk nagyon sokan, de azért még nem haltunk ki teljesen, mint állatfaj, csillagászok, úgyhogy én is ezek egyike vagyok, és az oka annak, hogy valahogy nem lohat le ez a lelkesedés kettő hét vagy egy hónap után, az az, hogy mindig volt valami olyan kérdéskör, valami olyan probléma, ami nem hagyott nyugodni. Most én nem szeretném áltatni a hallgatóságot, mert nem akarom azt a romantikus víziót kelteni, hogy nem tudtam aludni éjszaka, és forgolódtam, és tépelődtem, mert matematikai problémák jártak velük, korán sincsen erről szó, mert hát nagyon kis gyerek voltam még, de valami mindig ott motoszkált, és ez általában azzal volt összefüggésben, nagyon sok mindent olvastam gyerekkoromban, és ezek közül egy csomó egyáltalán nem tűnt nekem logikusnak. Annyira nem tűnt logikusnak, hogy mondom, ez a tépelődés, ez a gondolkodás egészen mostanáig, így már doktorandusz koromig kitart, és az egyik ilyen kérdés, mondjuk őszintén szóval ezen már nagy részt túl vagyok, de nagyon sokáig tartott, az egyik ilyen kérdés az pont az, ami ennek az előadásnak is a címe, hogy miért nem esik a Hold a fejünkre. Nagyon-nagyon sok csillagászattal foglalkozni, ilyen mini csodás gyerekkönyvet kaptam kisrác koromban, ezeket mind elolvastam, és nagyon szépen körvonalazódott ezekben a kép, hogy a világegyetemben, ebben a végtelen nagy térben a csillagok, a bolygók, az üstökösök, meg hasonlók nem csak úgy flangálnak a nagyvilágba erre-arra mindenféle rendszer nélkül, hanem láthatatlan erők, úgynevezett tömegvonzó erők hatnak közöttük, és ez olyan szép rendet teremt ebben a hatalmas nagy káoszban. Konkrétan le van írva ezekben a könyvekben, itt van ez a hatalmas nagy gömb, amit élünk, amit földbolygónak hívunk, óriási nagy tömeggel, ez a hatalmas nagy tömegű Föld gravitációs vonzó erőt fejt ki a Holdra. Tehát a Föld gravitációsan vonzza a Holdat, amiből következik, teszik hozzá a minicsoda könyvek szerzői, hogy a Hold kering a Föld körül. És nem mondom, hogy konkrétan emlékszem arra a pillanatra, amikor ez Szeged ütött a fejembe, de az érzés az, mint most is bennem van, hogy ez meg miért logikus? Miért a logikus kijelenteni azt, hogy a Föld az vonzza a Holdat, és emiatt a Hold az kering a Föld körül. Hát, aki már táncolt valaha lányjal, az tudja, hogy mikor a lányokat itt megragadjuk és elkezdjük vonzani,
akkor ha csak nincs valami nagyon alapvető baj a kémiában, vagy ilyesmivel, akkor a lány ez nem elkezd keringeni körülöttünk, hanem ugye közelebb kerül. Egyszerűen józan paraszt észre belegondolunk, a vonzásból közeledésnek kellene következnie, nem pedig keringésnek. Ági már bearangozta, hogy a zöld táblát fogom használni, hát fogok ráírni ezt azt, de azért alapvetően inkább beszélni szeretnék. Nagyjából úgy kell az én gyerekkori tépelődésemet elképzelni, hogy itt van a Föld, itt van a Hold. Tudjuk, hogy a Hold az valamilyen zárt pályán kering a Föld körül. Tehát van a Holdnak egy körülbelül ilyen irányú sebessége, ahogy így kanyarodik be, a Föld pedig kifejt rá ilyen vonzó erőt. Az a gyerekkönyvetek az állítása, amiket egyébként én nagyon tisztelek és nem szeretném őket leszólni, de azért legyen kicsit precízen. Szóval az az ezeknek a könyvetek az állítása, hogy mivel a Föld egy ilyen irányú erővel vonzza a Holdat, ebből kifolyólag a Hold ilyen irányba fog mozdulni. Tehát, hogyha én ezt a krétát elkezdem magam felé vonzani, ezen logika szerint a krétának inkább ilyen irányba kell terülni. Teljesen hülyeség. Én abszolút össze voltam zavarodva, és nem értettem, hogy mi itt a helyzet. Lényegében az elkövetkező mondjuk fél, három vagy egy órában ezt a paradoxot, ezt az ellentmondást szeretném tisztába tenni. Ez nagyon-nagyon gyorsan fog sikerülni, mondjuk egy ilyen 5 percen belül. Azért fog az előadás még utána 35-40 percen keresztül tartani, mert kiderül, hogy hát semmi sem olyan egyszerű, mint ami ennek az emberek viszont gondolja. Alapvetően, vagy ha ránézünk erre a konfigurációra, akkor pusztán a geometriai vagy rajzos érzékünk azt sugallja nekünk, hogy ha a Föld ilyen irányú vonzó erőt fejt ki a Holdra, a Hold mégsem kezd el belezuhanni a Földbe, tehát nem esünk a fejünkre, ennek az lehet az egyetlen magyarázata, hogy van itt még egy nyíl ezen az ábrán, ami ezt a nyilat itt ellensúlyozza. Tehát a józan paraszti eszünk azt sugallja, hogy lennie kell még itt még egy erőnek, ami kiegyenlíti ezt az erőt, ami itt van, viszont akkor mindig meg kell magyarázni, hogy a Hold miért nincsen egy helyben, és miért van a ilyen irányban. A válasz, ahogy mondtam, egy-két percen belül kikristályosodik a maga teljes pompájában, mert borzasztó egyszerű. Ugyanabban az időszakban, amikor ezeket a könyveket olvastam, és még őszinte ember voltam, fiatal kisrác, akkor nagyon gyakran játszottam olyat, hogy rongáltam kint az úton, és akkor gyakran pörögtem. Széttártam a kezemet, csak elkezdtem így forogni, csak most nem szeretném reprodukálni a teljes gyerekkori kísérletsorozatot. Aki ilyet már valaha csinált, és szerintem nem vagyok egyedül, az tudja, hogy ilyenkor, ha ezt csináljuk mondjuk 5-10 másodpercig, a kezünk, itt a tenyerünk elkezd bizseregni. Ez teljesen más tudomány terület, én nem is értek hozzá, de merem feltételezni, hogy ez amiatt van, hogy a forgás során fellép egy úgynevezett centrifugális erő, ami ugyanaz az erő, mint amiről a centrifuga is kapta a nevét nem véletlenül. Fölép egy ilyen centrifugális erő, ami a vért elkezdi kipasszírozni ide a kézfejed, a mindkét oldalon. Tehát így sugár irányban radiálisan kifele. És mivel megakad, vagy legalábbis picikét lassul a vérkeringés, ezért ilyen kellemetlen érzést nem adhat a gyerünkbe, mintha rajta ültünk volna két órán keresztül, hogy így elmacskásodott volna. Lényeg, ami lényeg, forgó vagy keringő mozgásnál, mert hát ebből az esetben a tenyerem az kering körülöttem, keringő mozgásnál fellép ez a bizonyos centrifugális erő, ami ahogy mondtam, így kifele sugár irányban hat. Már is kész vagyunk, ahogy ezt megígértem, már is megkaptuk, hogy mi ez a kifele mutató nyíl. Tehát arról van szó, és érdemes rácsodálkozni, hogy mind a három nyíl szerepet kap ebben a történetben, hogy a Holdnak van egy ilyen irányú mozgása, egy ilyen keringő mozgása, egy keringési érintirányú sebessége. Ebből adódóan hat rá ez a centrifugális erő, ami pont olyan, hogy ez a centrifugális erő képes ellensúlyozni a gravitációs erőt, így ez a két hatás nem érvényesül, akár le is törölhetünk, és megmarad a Holdnak ez a sugárirány, pontosabban ez az érintő irányú keringés. Ugye jogosan fölmerül a kérdés, ha már itt annyira hagyatkozunk a józan paraszt észre, hogy de ebből nem az következne, hogy akkor a Hold elrepül ebbe az irányba, és akkor ott vagyunk, ahol a parcakkal? Hát nem ez következik, hogy egy picit jobban belegondolunk, néhány másodperc múlva a Hold már egy picit arrébb lesz a pályája mentén, nem méretarányos az ára, csak most próbálom érzékeltetni, picit arrébb lesz a pálya mentén, és ezen a pontban már ilyen irányba fog mutatni ez az úgynevezett vektor,
ezt a pökhendi ellenezést adták a fizikusok, inkább a matematikusok, csak hogy hárítsak a felelősséget. A matematikusok a nyilaknak, vektoroknak átkeresztelték őket. Szóval más irányba fog mutatni ez a nyíl, ez a vektor, más irányba fog mutatni a centrifugális, a gravitáció, és már megint jól van. Az a lényeg, hogy egy nyilaknak, a vektoroknak ez az egyensúly, amit az előbb itt fölvázoltam, szóval ez minden pillanatban feláll, tehát summa summarum a hold az azért nem esik a fejünkre, mert hat rá egy ilyen röpítő erőként, centrifugális erő, hogy teljes biztonságban vagyunk. Akár itt meg is köszönhetném a figyelmet, mert válaszoltam a kérdést, hogyha csak ezért jöttek, akkor lényegében meg vagyunk, de azért, ha már így belelendültünk, meg így elkezdtem ezt a történetet, akkor most már ne álljunk meg ezen a ponton, hanem akkor nézzük meg, hogy az évszázadok alatt ez hogy bonyolódott. Mert bonyolódott rendesen. Amit én itt az előbb elmondtam, a szigorú értelemben véve csak körpályára igaz. Ez nem látszik az ábrámon, mert hogy nagyon nehéz szép, szabályos körből. Azt mondja, higgyék el nekem, hogy ez itt körnek van szám. Legalábbis. Amit itt az előbb elmondtam, centrifugális erőről hasonlóan, ez körpályára igaz, úgyhogy minden a legnagyobb rendben volna, hogyha körpályán keringene a hold. Csak hogy, mint ahogy egy Johannes Kepler nevezetű német csillagász rávilágított az 1500-as, 1600-as évek fordulóján, sem a hold, sem a bolygó, még úgy általában semmi a világi egyetemben nem kör alakú pályán kering, hanem egy úgynevezett ellipszis alakú pályán. Ezt tanuljuk legalábbis ki, mert most egy nagy zárójel következik, ez nem fog szervesen beletartozni az előadásba, csak ha már eljutottunk az ellipszis fogalmáig, nem bírom nem elmondani. Szóval ezt tanuljuk középiskolában, hogy a bolygók nem kör, hanem ellipszis alakú pályán keringenek. Mikor az ember bekerül középiskolából egyetemre, akkor ugyanúgy megtanuljuk a Kepler-féle törvényeket, csak az ellipszis szót kicseréljük egy másikra, a kúb szeletre. Nem tudom, hogy ki az, aki már hallotta a közületnek ezt a kifejezést, hogy kúb szelet. Szerintem az egyik legvalószerűtlenebb kifejezés, amit az emberiség valaha kitalál, ami még valószerűtlenebbé teszi, hogy a kúb szeletekkel először az időszámításunk előtti kb. 4. században egy Apollónios nevezetű görög kezdett el foglalkozni. El sem tudom képzelni, hogy milyen indítatásból. Szóval Apollóniosnak semmilyen gyakorlati haszna nem volt abból, hogy kúpokat képzelgetett el a lelki szemei előtt, és akkor ezeket így gondolta fölvagdosta, vagy ilyesmi. Ezt ő ténylegesen valami szellemi élvezkedés céljából csinálta, de annyira bejött neki ez az élvezeti forma, hogy írt azt hiszem egy 13 kötetből álló könyvsorozatot a kúp szeletekről. Summa summarum, mire Kepler az 1600-as években rájött, hogy a bolygók ellipszis alakú pályán, pontosabban kúszert alakú pályán keringenek, akkor igazából már csak elő kellett vennie Apollóniosnak a néhány ezer évvel korábban írt könyveit, és akkor már gyakorlatilag ki volt dolgozva teljesen az elmélet. Tehát mondhatnám, hogy könnyű dolga volt az öreg Keplernek, valójában persze a fél élete ráment, mire rájött, hogy ellipszis pályán keringenek a bolygók. Nincs idő minden részletről most elántani a leplet, maradjunk annyiban, hogy nem kör alapú pályáról beszélünk, zárójelbe zárva, hanem ellipszis pályáról. A jó hír az az, hogy az, hogy a kör kicseréltük ellipszisre, alapvetően nem változtatja meg a dolgokat radikálisan. Ugyanúgy van centrifugális erő, az ugyanúgy kiegyenlíti a gravitációs erőt, ugyanígy van egy ilyen sebességvektor, minden teljesen jó, csak a pálya nem ilyen szép kör, hanem egy picit lapultabb. Eddig is lapult volt sajnos az ábrában, de most még lapultam. A rossz hír viszont az, hogy itt viszont lehet egy másik dolog, amit meg kell magyarázni. Eddig azt kellett megmagyarázni, hogy miért nem esik a hold a fejünkre, ezen túl vagyunk, de ezt csak olyan áron tudtuk megtenni, hogy be kellett vezetni az ellipszis pályának a fogalmát, most már azt kell akkor megmagyarázni, hogy akkor miért ellipszis pályán keringenek a bolygók, és hát ez meglehetősen messzire vezetne matematikai szempontból. Amikor az ember beiratkozik fizika szakra, akkor rögtön az első fél évben van egy olyan tárgya, hogy mechanika, és a mechanikának a vizsgatételei között ott van az a levezetés, hogy miért ellipszis pályán keringenek a bolygók, az az egyik leggyilkosabb tétje. Szóval nagyon-nagyon sokan drukkolnak, meg imádkoznak a téli vizsgai időszakokban itt az ELTE-n azért, hogy ne azt a tételt húzzák, mert az meglehetősen nehéz. Ezt csak azért mondom el, hogy megbocsássátok nekem, hogy most nem fogom teleírni ezt a két táblát legalább egyszer, de inkább kétszer a levezetéssel. Az a lényeg, hogy azt az erőt, amiben a Föld a Holdat hozza, úgy tudjuk kiszámolni, hogy F mint erő egyenlő a Földnek a tömege szorozva a Holdnak a tömege osztva a közöttük lévő távolság négyzetével.
amikor Kroma professzor, a mechanika tanár itt pont a szemben lévő teremben elkezdi a levezetést, ennyiből indul, felirányít a táblára, aztán kétszer teleírja az egészet letörvéssel, és akkor a végén jön az ellipszis pálya, matematikai alapja, jó? Tehát ez tényleg levezethető, csak most ezt szeretném kispórolni. Ha mégis picit szeretnék belemenni a részletekbe, akkor azt mondanám, hogy az ellipszis pályát az okozza, ez most nagy misztikumnak fog tűnni, de ott van becsomagolva a két táblányi levezetésbe, az ellipszis pályát az okozza, hogy ide kettes tíjú. Ha ebbe az erőképletben azon a helyen nem egy kettes lenne, hanem mondjuk 2,0001, tehát egy nagyon-nagyon picikét különböző, kettestől picikét különböző szám, akkor már nem ellipszis pálya lenne, hanem valami sokkal otrombabb, valami sokkal csúnyabb. De mivel a természet valahogy úgy alakul, hogy itt pont egy kettes van, ezért a bolygó gyönyörű, szép ellipszis alakú pályán kerüljenek. Hát nem kör, nem olyan szép, mint egy kör, de legalább a miénk, ugye? Szóval szép ellipszis pálya, gyönyörűre le lehet vezetni, és lehet előre vizsgázni. Ennek a képletnek egyébként nagyon-nagyon cifra története van, és ha már a matekot kispóroltam, akkor nem spórolom ki a tudomány történetet. Annak idején az 1600-as évek második felében Angliában kezdett kialakulni egy tudományos barát, hát ezt biztos nem illik így mondani, de mindegy, egy tudományos baráti kör, egy ilyen klub, ugye az angolok nagyon szeretnek ilyen klubokba összejárni, beszélgetni, meg megfejteni a világ összes problémáját. Ezt a társaságot elnevezték Királyi Tudományos Társaságnak, és hát nem kisebb tagjai voltak ennek a galerinek, mint például Newton, illetve a képlethez tartozó történetek az igazi főszereplője nem is Newton, hanem egy Hooke nevezetű fiatalember. Hát nem volt annyira fiatal, Newtonnál picit idősebb volt, állítólag picit a torsz termete volt szegénykének, viszont elképesztően ügyes kísérletező volt. Nem volt jó a matekban, szóval ezt a levezetést itt, amit hát most én se csináltam meg, ő se csinálta volna meg, de ő még lehet, hogy mégis bukott volna bőlegre matekban. Szóval nem volt jó annyira a matekból, de nagyon jó megfigyelő képessége volt, és szenzációs ötletei voltak, hogy miket lehetne kikísérletezni. Akkoriban Hooke, meg Newton, meg a többiek már tudtak Kepler munkásságáról, tudták, hogy itt nem körpályáról beszélünk, hanem ellipszis alakú pályáról, de senki nem tudta, hogy miért. Tehát akkor még nem volt meg ez a vizsgatétel, amit az előbb már annyit emlegettem. És Hooke volt az, akinek először eszébe jutott, hogy valószínűleg az égitestek között egy ilyen erő hat, és ebből az erőből levezethető az, hogy a bolygók ellipszis alakú pályán kerüljenek. De mi volt ezzel a probléma, hogy ő nem tudta megcsinálni ezt a levezetést, mert nem volt jó matek. Úgyhogy keresnie kellett valakit, aki viszont nagyon jó matekból, és meg kellett őt kérnie arra, hogy ebből a képletből vezesse le a történelem során először azt, hogy ebből kijön az ellipszis pálya. És hát ki volt ez a nagyon tehetséges fiatalember, hát nem más, mint Isaac Newton, aki már olyan idős korára forradalmasította a matematikát, a fizikát és a matematikai fizikát, mint most én. Szóval emiatt néha kicsit rosszá hiszen jövök be a munkahelyemre, hogy hát nem baj, hát ha majd jövőre én is dolgozom, akkor nem tudom. Szóval vannak a tudománytörténetek olyan karakteri, akik hát beugorhatatlanul magasra teszik a lécet, mindegy, ebbe bele kell törődni. Szóval itt volt ez a nagyon fiatal és nagyon tehetséges Newton, megkapta ezt a problémát, ráfeküdt. Érdemes egyébként interneten utána keresni azoknak a fotóknak, amik befényképezve mutatják Newton kézirattal. Hát ekkora szorzások vannak benne, szóval egy ekkora számot összeszed az egy ekkora számmal manapság még. Hát én nekem már az is fáraszt, hogy ez számítógépbe kell bepötyögni, és ki azt kiszámolja helyettem, nem hogy neki kézzel. Ezek egész napokat meg délutánokat elvettek, tehát Newton az Newton. Ilyen fárasztó számolása keretében végigvitte a számolást, és kihozta azt, hogy ebből a képletből levezethető, hogy a Hold például a Földről, de minden bolygó napról ellipszis alakú pályán kerül. Na már most Newton annyira belejött a tudományos forrásba, hogy írt egy óriási volumenű könyvet, akkoriban minden könyvet borzasztó hosszú címe volt, ennek is az volt, hogy Principia Mathematica Philosophiae Naturalis, ami latinul van, azt jelenti, hogy a természet filozófia matematikai alapelvei, és hát nagyon matematikaira sikeredett, szóval a 20. század elején egy indiai csillagász újrafordította ezt a könyvet angolról angolra,
mert annyira durva matek volt benne, hogy nem lehetett érteni, úgyhogy újra kellett írni gyakorlatilag, hogy a 20. század matematikusai egy csillagásza is meg tudják emészteni. Az a lényeg, hogy Newton megírta ezt a könyvet ezzel a levezetéssel, amit én itt egy hullámos nyíllal kispóroltam, csak hogy egy árva szót nem ejtett az egész sztoriban arról, hogy ő ezt egy bizonyos Hook nevű kísérletezőtől kapta ötletként kölcsön. Tehát nem említette meg, hogy köszönöm szépen a motivációt, vagy az ötletet, vagy legalább a bíztatást, vagy akármit Mr. Hooknak, kész, meg sem említette. Meglett a könyvnek a kézirata, már majdnem vitték volna a nyomdába, átnézte a királyi társaság, amiben ott volt Hook is, és elkezdte sérelmezni, hát azért ez óriási teljesítmény volt, meg hogy ezt Newton nagyon jól megcsinált meg minden, de hát lehetne-e esetleg, hogy akkor én is megkapom a papírokat, Newton pedig azt mondta, hogy nem. Úgyhogy ő nem tervezte belevonni Hookot a nagy diszfénybe, meg diszkoszorúba, úgyhogy végül is kiadták úgy a könyvet, hogy hát Hookot azt hiszem megemlítette a harmadik kötet utószavának a közepén gyerdugva, vagy valami ilyesmi. Tehát nem adta meg neki egyáltalán a tiszteletet, óriási fasírba voltak emiatt. Az idő Newtonnak dolgozott, mert ahogy mondtam, Hook volt az öregebb, néhány évvel később, hát nagyon szomorú körülmények között elhunyt. Newton lett a nagy főnök, ő lett a királyi társaságnak az elnöke, és az egyik első intézkedés, ez nagyon személy dolog egyébként, az egyik első intézkedése volt, hogy az egyetlen portré, ami Hookról készült festmény, az hát eltűnjön az egyik nagy takarítás során. Tehát nem tudjuk, hogy Hook hogy nézett ki, csak leírások vannak róla, hogy picikében bicapóce, meg púpos, meg ilyesmi volt, de nem maradt fel róla ki. Newton hát áldásos tudomány szociológiai, nem kulturális tevékenysége volt benne. De visszatérve akkor picikét a tudományhoz, az a lényeg, hogy van ez a képlet, amit felfedeztek a nagy okosok, itt van benne ez a kettes, és ebből a kettesből gyönyörűen levezethető, hogy kijön az ellipszis pálya, amit én ide föl is rajzoltam, van ellipszis pályánk, van centrifugális erő, van ilyen sebesség, kész. Ugyanúgy áll a logikai rendszer, mint ahogy az előadás első 5 percében felvázoltam, nem esik a hold a fejünkre, még az ellipszis pályáról sem, mert a centrifugális erő az ott tartja a távolban. Egyébként egy olyan 400 000 kilométeres távolságra kell gondolni. Csak közbevetésként jegyzem meg, hogyha nem volna itt ez a sebességvektor, és emiatt nem volna itt ez a centrifugális erő, akkor tényleg csak a gravitációs erő hatna a holdra, és akkor tényleg a fejünkre esne. Mit tippeltek, hogy 400 000 kilométeres távolságból a Föld hány nap alatt rántja magához a holdat? Fél nap, egy millió nap, van esetleg valaki még tippje? Ha nincs, akkor bevallom, hogy 3, kb. 3-4. Szóval, hogyha megszűnne ez a sebességet, meg a centrifugális erő, akkor hát még úgy nagyon gyorsan elintézhetnénk valamit, de látnak, hogy egyre nagyobb lesz az, és akkor becsapódnak. Igen? Már hogy nem sugárgányban, hát, hogyha megszűnne ez a sebességvektor, akkor radiálisan, tehát nem is radiálisan, hogy frontálisan beleütközne a Földbe. Ha már csak egy iciri-piciri sebességvektor van, akkor nem esik bele, hanem akkor lehet, hogy nagyon szűk pályán a Földet karcolva, de elméletileg kerülnél a Föld körül. Tehát nem esne szigorú értelemben a fejünkre. Csak mondjuk így be kéne húzni lehet a fejünket. Szóval úgy néz ki, hogy akkor végül is minden rendben van, és akkor most már tényleg abba hagyhatnám az előadást, de még mindig csak az 1700-as évek közepe felé járunk, és az azóta eltek mondjuk 200-valahány évben, azért történtek még bonyodalmak ezen a téren. Valakinek ugyanis eszébe jutott, és ez már a következő évek mechanika kurzusainak a vizsgatételeihez találkozik. Valakinek eszébe jutott, hát ne legyünk annyira önzőnek, hogy akkor csak a Földet, meg mondjuk a Holdat, részesítjük abban a kegyben, hogy létezik, hanem hát itt van még egy rakad bolygó a naprendszerünkben, meg a nap, meg ilyesmi. Azokat is akkor valahogy bele kellene venni az erőmérlekbe. A bolygókat azért nyugodt lelkiismerettel elsúnyoghatjuk. Messze vannak, kicsi a tömegük, tényleg nem számítanak, de azért a nap. A nap az mondjuk 400-szor messzebb van a Holdtól, mint a Föld, cserébe a tömege majdnem 400 ezerszer nagyobb, mint a Föld. Tehát hiába, hogy messze van, de nagyon nagy a tömege, úgyhogy azt nem lehet kidumálni ebből a matematikai játszmából, a nap hatását figyelembe kell venni, ami azt jelenti, hogy ehhez az egyenlethez még hozzá kell adni valamit,
és akkor abból már nem ellipszis fog kijönni, hanem valami rondább. Azért mondom, hogy rondább, mert tényleg rondább, ugyanis a nap az meglehetősen sunyi módon avatkozik bele a holdnak meg a földnek a táncába. Ha elképzeljük itt a napot, akkor ugye egyrészt az történik, hogy a nap az vonzza magához a holdat, ugyanezzel a tömegvonzó gravitációs erővel, tehát a hold az szépen keringené körbe a földet, de folyamatosan érzi, hogy a nap úgy megpróbálja elhúzni a földtől, de a napnak van még egy ennél is sunyibb hatása, zavaró hatása erre a rendszerre, hogy természetesen a földet is vonza. Tehát el lehet képzelni, hogy mondjuk itt táncol egy fiú meg egy lány, de én el szeretném a lányt ragadni magamhoz, így megpróbálom néha egy-egy fordulat közben elragadni, de hát annyira szorosan táncolnak, hogy nem megy, és hát akkor kicsit aljasabb módszert veszem, és akkor a fiút is elkezdem ráhúzni. Tehát a minden eszközt bevetek. A közvetlen meg a közvetett hatást is, hogy megkaparincsom a lányt, nagyjából ilyesmit csinál a nap. És hát ez nem csak az ilyen magánéleti eseményekben bonyolult, mint mikor ugye kialakul egy szerelmi hármas, hanem az égi mechanikában is, az ilyen matematikai problémákban is. Ahogy mondtam, ha már a napot is beleveszünk a dologba, akkor nem is egy ellipszis pálya jön ki, hanem valami sokkal érdekesebb. Úgy kell a dolgot elképzelni, hogy a hold továbbra is kering egy ellipszis pályán, de, és itt érdemes nagyon koncentrálni, meg a lelki szemünkkel elképzelni, közben az ellipszis maga is forog. El lehet ezt képzelni? Tehát ez olyan, mint hogyha megy a vonat a sínen, de nem csak a vonat megy a sínen, hanem közben a sín maga is elmozdul. Tehát van a pálya, és nem csak a pálya mentén történik a mozdás, hanem közben maga a pálya is elkezd egy picit kifarolni. Tehát az ellipszis is elkezd, úgy mondják, hogy precesszálni, elkezd így elpörögni, és mindez amiatt van, mert ott van a nap, és ez bezavar a képet. Na már most nyilván ez így elmondva, mese szintjén rettentő egyszerű, de ahogy mondtam, ha ide kell írni ezeket a képleteket, és ki kell számolni matematikailag a függvényeket, nagyon bonyolult, elsőrendű, közönséges, csatolt, nem lineáris differenciál egyenleteket kell megoldani, borzasztó, meg nagyon sokrendű sorba fejteni, tehát mindenleg nagyon-nagyon kacifántos. Ha az ember megcsinálja, akkor ez kijön, azaz nem. Az 1700-as évek végén a legnagyobb koponyák mentek neki ennek a problémának. Aki esetleg tanult valaha, hát ezt nagyképpen így szokták mondani, hogy felsőbb matematikát, mondjuk egyetem mérnökként, közgazdászként, fizikusként, matematikusként, az biztos, hogy hallotta Eulernek a nevét. Leonhard Euler nagyon-nagyon híres porosz matematikus, fizikus, csillagász, mindenes volt. Mert a matematikában szinte minden róla van elnevezve. Vagy ami nem róla, az meg Lagrange volt, aki egy, majdnem egy kortársa volt. Szóval ők ketten hát lerabolták a matematikának, mert ezért szinte mindent felfedeztek, amit lehetett, meg még azért volt néhány segítők. Maga Euler is neki ment ennek a problémának, hogy ideírta a napnak a hatását, amit én nem ismerek, és akkor abból megpróbálta kiszámolni a dolgokat, és egyszerűen nem jött ki. Ha nem jött ki, annak azt kell érteni, hogy levezette Euler a képleteket, azzal nem volt probléma, kiszámolta belőle, hogy a holdnak hol kellene lennie, megnézték nagyon precíziós műszerekkel, hogy hol van az égen, és nem ott volt. De mondjuk nem úgy kell elképzelni, hogy Euler oda jósolta és közben ott volt, csak egy nagyon-nagyon picikét volt arrébb, de ez rendkívül zavaró volt, majd mindjárt visszatérek arra is, hogy miért. A lényeg az, hogy egyszerűen nem jött ki neki, és már annyira kétségbe volt esve, hogy még azt az állítást is megmerte kockáztatni, hogy lehet, hogy már Newton apánk, aki ekkora alulról szagolta az ipolyát, már Newton apánk is elromtotta a dolgokat, és igazából lehet, hogy ide mégsem kettest kellett volna írni, hanem esetleg 2,001-et, vagy valami ilyesmi. Ez az egyik legnagyobb szentségtörés volt, ami abban a korszakban elhangozhatott. Tehát a felvilágosodás korát éljük, amikor ugye az emberi ész került a Rivalda fénybe, mindenki az észt istenítette, meg attól várta azt, hogy a sötét középkorból kivezet bennünket. Ennek ugye a legnagyobb apostola Newton volt, tehát amit Newton valaha mondott, az kinyilatkoztatás szinten volt a tudományban. Ezt megkérdőjelezni, az olyan volt, mint egy 11. parancsolatot durván megszegni, vagy ilyesmi. Ez hatalmas dolog volt akkoriban, de olyan még ezt is bevállalta, annyira nem jött ki neki. Tehát még ezt is megkockáztatta. Na már most időközben feltűnt a színen egy Clairaut nevezetű fiatal francia matematikus. Őről a kevesebb dolgot neveztek el, csak egy ilyen differenciát, csak egy differenciál egyenletet neveztek el róla. Ő is nagyon ügyes volt, már csak azért is, mert neki viszont kijött. Anélkül, hogy meg kellett volna piszkálja ezt a kitevőt itt, ezt a kettest, amit Euler megpróbál. Szóval a fiatal Clairaut-nak kijött, nagyon megörült,
leírta az alap gondolatokat még kidolgozás előtt egy levélbe, boríték, lepecsételte, dátumozta és letétbe helyezte valamelyik fizikus társaság, vagy matematikus társaság titkárságán, hogyha majd valaki esetleg beszólna neki, hogy ő csak plagizálta az ő eredményét, akkor föl tudja mutatni, hogy hát nekem már 10 évvel ezelőtt megvoltak az alapgondolatok. Tehát ezt ő letétbe helyezte, természetesen mindenkinek elújságolta, hogy én már dolgozom a problémán, úgyhogy nyugodtan érezzétek magatokat rosszul, elkezdett veled dolgozni, és hát kiérezte magát a legrosszabbul, nyilván Euler, aki neki ment a dolognak, de nem sikerült. És hát Euler is picikét erkölcsileg megkérdőjelezhető utakra tévedt, ugyanis hát először jófej módon írtak Lerónak, hogy esetleg nem lehetne, hogy elküldi neki is a kéziratot, belenéz, átnézi, kijavítja, fejleszteti tovább. Károly mondta, hogy nem, szó sem lehet róla, ott van letétben, majd ha kész lesz, publikálom az eredményeket, meg lehet nézni. És Eulernek ekkor volt egy, hát mondom, nem annyira becsületes, de mondjuk annyira kreatív gondolata, hogy én már szinte tisztelem ezért, kitalálta, ki kell írni egy versenyt, egy pályázatot, aminek az a kérdése, ki tudja levezetni a hold mozgását a Newton-féle módszerrel. Nyilvánvalóan erre akkor a fiatal Clairaut rá fog ugrani, Euler pedig tudta, hogy ha ő írja ki a versenyt, akkor ugye benne lesz a zsűriben. És akkor majd megkapja a pályázatot, elolvas, és akkor végül is ott van, ahol akart lenni. És ez így is történt. Kiírták a versenyt, Clairaut jelentkezett, beküldte az által oly féltve őrzött titkos kéziratokat, Euler megnézte a teljes csapatot, hát persze itt, ugye ez egy jó hosszú képlet egyébként, csak ezt nem érzékeltek. Itt valamelyik tagban kialakult egy középmozgás rezonancia, ezt nem vette félrendbe, ezt hallott a satt, tehát rájött, hogy ő hol hibázott, és akkor úgy gondolta, hogy hát ha már idáig vitte a bátorsága, akkor hát ő ezt az eredményt ellopja. És akkor hamarabb akarta publikálni a Clairaut-nál, de szerencsére, és akkor itt mindenkinek a lelkismerete végül nyugodt lehet, tehát elbénázta a dolgot, a kiadó közben átkozott, meg ilyesmi, és végül a Clairaut-nak az eredménye jelent meg hamarabb, tehát tudományos közösségem, a kollektív lelkismerete az megnyugodhat, mert hogy azért lett a babér, a dicsőség, aki tényleg kidolgozta ennek a problémának a megoldását, tehát Clairaut-nak hívtam, fölírom a nevét, hogyha már ennyi dicsőítek, mert nagyon franciásan kell leírni. Na, tehát akkor azért jó messzire jutottunk, mert hogy onnan indultunk ki, hogy a hold nem esik a fejünkre, mert van centrifugális erő. Nyilván azért van centrifugális erő, mert a hold körpályán kerít, na jó, nem körpályán kerít, hanem ellipszis pályán. Azért ellipszis pályán, mert ide egy kettes kell írni, de attól még, hogy először akkor a pálya van centrifugális erő, tehát tényleg nem fog a fejünkre esni. Nem annyira szép, nem annyira szemléletes, de ugyanúgy magyarázat. Jó, igaz, hogy nem teljesen jó magyarázat, mert a napot is figyelembe kell venni. Az jelentősen elbonyolítja a dolgot, és nagyon nehéz kiszámolni, de legalább ki lehet számolni. Tehát ott tartunk, hogy végső soron a kérdésre, hogy miért nem esik a hold a fejünkre, mindig az a válasz, hogy hát van itt a centrifugális. Na már most, elérkeztünk az előadásnak ahhoz a pontjához, amikor nekem is be kell vallanom egy ilyen nagy, kollektív, tudományos bűn, csak hogy az én tudományos lelkismeretem is nagyjából megnyugodhasson. Minden, amit idáig eddig elmondtam, most lehet, hogy azt hiszitek, hogy csak így drámázni akarok, de csak egy kicsit akarok drámázni, szóval ez tényleg egy komoly dolog. Tehát minden, amire eddig az előadás épült, az egy nem hazugság, de mondjuk egy ilyen simlisség volt. Helyzet ugyanis az, hogy a centrifugális erő, amit én felrajzoltam, az nincs. Nem létezik. De úgy nem létezik, hogy sose létezett, sose fog létezni, most sincs, nincs. Én felrajzoltam ezt a nyilat, meg olyan bátran dobálóztam bele, hogy kiegyenlíti, stb. Minden, de ez így szigorú matematikai, fizikai értelemben, hát nem teljesen korrekt, mert a centrifugális erő nincsen, a centrifugális erő az csak egy fiktív, tehát egy képzelt erő. Ezt a következőképpen kell, ez akkora nagy váltás itt az előadás, nem tudom, hogy úgy tán. Ezt nagyjából úgy kell elképzelni, ez a klasszikus példa, hogy itt jön az autó, itt van benne a két utas, az autó halad ebbe az irányba, és értelemszerűen az utasok is haladnak az autóval együtt ebbe az irányba. Ugye jól néznék, hogyha az autó menne 100 km/h, az utasok meg lemaradnának, vagy csak 80 km/h. Szóval eddig érthető a dolog, most képzeljük el, hogy itt a sofőr elfordítja a kormányt, elfordítja a kereket,
és a kerék az úgy lép kölcsönhatásba az aszfalttal, meg aztán ezen keresztül az autó tengelyrendszerével meg hasonlók, hogy az autó az bekanyarodik. De ez a hatás, ez csak az autót érinti. Tehát az, hogy elfordul a kerék, az érintkezik az aszfalttal, érintkezik a tengelyrendszerrel és bekanyarodik, ez csak az autó, az utasokat ez nem érint, azok nincsenek közvetlen összeköttetésben a kerékkel, ami az elfordítást nézi. Tehát az autó elkanyarodik, az utasok viszont legalábbis egy tized másodperc elejéig megtartják az ilyen irányú mozgásukat, tehát ők úgy mennének tovább egyenesen. Nem tudom, hogy ez itt követhető el, de biztos, hogy mindenki tapasztalt már ilyesmi, bekanyarodunk az autóval, és érezzük, hogy egy ilyen kifelesodró hatása már, hogyha a Mátrában autózunk a szerpentinen mondjuk, és akkor meglehetősen bátran teszünk. Tehát érzünk egy ilyen kifeleható sodró erőt, egy ilyen röpítő erőt, amit mivel érzünk, elneveztünk centrifugális erőnek, de ez igazából nincs. Tehát lehet látni, hogy annyi van, hogy az autó elkanyarodik, és akkor az emberek pedig mennének tovább, és ezt a különbséget a sebesség nyilakban, a sebesség vektorokban hívjuk centrifugális erőnek, de ez nem egy erő. Erőnek azt hívjuk, amit mondjuk én kifejtek a kezemmel, vagy amit a gravitációs mező kifejt, vagy amit a mágneses mező kifejt, amit kifejt valami. De itt ezt a centrifugális erőt nem fejti ki semmi, csak úgy érezzük, hogy hat rá. A centrifugális erő az nem létezik, ez egy fiktív erő. Valójában a holdnak a mozgását is így lehet kidumálni, csak ez sokkal-sokkal körülményesebb. Valójában az van, hogy a holdnak van egy ilyen irányú sebessége, hat rá egy ilyen gravitációs erő, meg lesz egy ilyen gravitációs gyorsulása, és a hold az alapvetően röpülne tovább ebbe az irányba, de a Föld az bekanyarintja így egy picit, és a bekanyarodásnak, meg ennek a tovább röpülésnek az együttese eredményezi ezt a röpítő hatást, ami nem egy erő. Tehát valójában azt kellett volna mondanom az előadás legelején, hogy azért nem esik a Hold a fejünkre, mert hiába vonzza a gravitáció, a sebessége miatt ki van téve egy ilyen röpítő hatásnak, de ez annyira körülményes, hogy 40 percig készültem arra, hogy ezt így kimutassam. Szóval valójában emiatt nem esik a Hold a fejünkre, hát így már végképp nem annyira elegáns ez a magyarázat. Mennyivel egyszerűbb volt a körpálya, meg az egymás figyelő erők, meg ilyesmi, hát nem erről van szó, van egy ilyen röpítő hatás, egy ilyen fiktív centrifugális erő, és ez a fiktív képzelt erő ment meg bennünket attól, hogy a Hold a fejünkre esik. Nem annyira elegáns, nem is annyira megmutató talán, de legalább működik. Szóval a Hold az tényleg nem esik a fejükre. És hogyha már annyi mindent felszámoltam az előadásomból, tehát ha visszaemlékeztek, gyönyörű körpályával indultam, meg cellulitesével, meg ilyesmi, mi maradt ebből? Semmi. Körpálya van, nincsen, ellipszise kicseréltük. Sőt, még az ellipszise elkezdett forogni. Centrifugális erő van, nincs. Ezzel kezdtem, ugyan, de most mondtam, hogy valójában nem is létezik, csak az egyszerűség kedvéért mondtam rá. Ha már ennyi mindent leromboltam a saját mondandómból, akkor most már kár volna megállni, most már akkor azt is bevallom, hogy valójában természetesen gravitációs erő sincs. Ezt most nem csak a hatás kedvéért mondom, hogy akkor most már a Föld sincs, meg Hold sincs, meg ilyesmi. Nem ez, nincsen gravitációs erő sem. Ez szintén nem egy új dolog, ez is van már legalább 100 éves, 100 néhány egyébként. Természetesen ilyen őrültségeket csak egy Albert Einstein nevezetű ember engedte magának, konkrétan ő is engedte meg. Ő volt az 1910-es években, aki azt mondta, gravitációs erő nem létezik. És hogyha a Holdra nem hat se a gravitációs erő, se a centrifugális erő, mert nincsenek, akkor a Holdra semmilyen erő nem hat. Igazából. Márpedig tudjuk, hetedikes fizika tanulmányainkból, ez a második órában, amikor még mindenki lelkes, és ezt mindenki megtanulja, hogy minden test nyugalomban marad, vagy egyenes vonalú egyenletes mozgást végez, amire nem hat erő. Márpedig a Holdra nem hat erő, tehát akkor miért ki Einsteinnek, hogy a Hold egyenes vonalú egyenletes mozgást végez? És akkor mondták a kortársak, hogy esetleg nem érez-e itt valami halovány ellentmondást. Tehát ugye szerint a Hold egyenes vonalú egyenletes mozgást végez, közben meg ugye látjuk, hogy látjuk. Einstein azt mondta, hogy hát nem. A Hold az egyenletes, egyenes vonalú mozgást végez, azért látjuk, és ugye itt jön a zsenialitásunk, a veszőnkben, azért látjuk mégis görbült pályán mozogni, mert ugyanúgy egyenesen mozognak, de a tér maga az begörbült.
el lehet képzelni, hogyha itt nem ilyen szép egyenesek lennének a falak, meg a padu, meg ilyesmi, hogy minden hullámos hepeópa lenne, hiába próbálnék én egyenesen menni, folyamatosan kanyarognék, meg ívek mentén mozognék, meg ugyanez van, hát ugyanez, nem teljesen ugyanez, de matematikailag hasonló, maga a tér van megörgülve, és ebben a görbült térben a hold az próbálja a lehető legegyenesebb vonalat követni, de hát ugye nem megy neki, mert maga a térbe van görbülve. Én itt lakom Budapesten mondjuk 6 éve, minden nap a 4-es-6-ossal jártam be ide az egyetemre, 4-6 éve, vagy nem, szóval sok éven keresztül gondolkodtam azon, hogy hogy kell villamost vezetni. Mármint én mindig úgy képzeltem, és ha valaki tudja, akkor most ne rombolja le bennem ezt a gyermek. Én mindig úgy képzeltem, hogy csak kart meg kell jönni, és akkor a villamos az megy előre, és akkor amikor a sín azt kanyarodik, akkor a villamos az kanyarodik a sín mellett. Nem tudom, hogy így van-e, de ha a villamosvezetők meg azon gondolkodnak, hogy a holdhoz mozog, akkor nekik viszont elmerem mondani, hogy az viszont így. Tehát a hold az csak megy egyenesen, mint egy ilyen villamos, amit elindítottak, és akkor a sín, a tér van begörbülve, és akkor emiatt látjuk, hogy a hold ez egy ilyen keringő mozgásvége, és ezért nem esik a fejükre. Csak hát ezt nehéz lett volna egy perc után egyből mondani, de valójában ez a kérdés a válaszra, tehát hogyha senkit ne hagyjak így megválaszolni, aki csak ezért a kérdésre jött, a hold az azért nem esik le a fejükre, mert a föld nagyon komoly tömeget képvisel, a tömegével meggörbíti magát a teret, és ebben a görbült térben a hold szabad mozgást végez, egyenes vonalú mozgást próbál végezni, és a lehetőségeihez képest egyenes is, mivel görbült a tér, ezért maga is begörbül, és emiatt így nem zuhar. Na, emiatt vagyunk biztonságban. Valójában azért észre lehet venni ebben egy tendenciát. Szóval már Newton is nagyon magabiztos volt, hogy ő mindent ért, közben meg valamit nem tudott kiszámolni. Aztán Cleo is nagyon magabiztos volt abban, hogy ő már mindent ért a holdról, mindent ki tud számolni, pedig nem, mert aztán jött Einstein, aki meg azt mondta, hogy mindenki tévedett, aki idáig beszélt, mert valójában nincs is semmilyen erő meg ilyesmi. Úgyhogy én most nagyon szívesen mondanám azt, hogy akkor ez a végső válasz, de nem merem ezek után, mert mi volt, ha jön valaki 5-10 éven belül és azt mondja, hogy hát ez sincs így, hanem közben nincs hold, nem tudom. Szóval a tudományban nem merek egy ilyen előadást. Szóval én már nem merek semmit ennyire kijelenteni, itt tart a tudomány jelenleg. Ezt hívják általános relativitás elméletnek, ez a tömegvonzásnak a jelenlegi legmodernebb, legklasszabb és legfontosabb elmélete, Albert Einstein dolgozta ki, és ezzel magyarázhatjuk azt, hogy a holdon esik a fejünkre, de érdemes visszajönni minden évben a kutatók éjszakájára, hát ha lesz majd olyan előadás, a hold a fejünkre fog esni, mert igazából mindenki. Ennyit szerettem volna előre, köszönöm szépen. Hát ez egy nagyon-nagyon jó kérdés. Ennek az az oka, hogy az általános relativitás elméletben még a sebesség sem az, aminek mi hisz. Az általános relativitás elméletben még a sebesség sem csak annyi, hogy a sebesség, amivel mozgok. Ugye említettem azt, hogy a sebességet milyen nyilakkal, vektorokkal ábrázolják, és az előadásnak az első 95%-át erre építettem, mert ezt például pont nem így van már az általános relativitás elméletben. Ott nem egy ilyen vektor adja meg a sebességet, hanem egy úgynevezett négyes vektor, ami picit más tulajdonságokkal rendelkezik, és hogyha ezeket matematikailag precízen beépítjük az Einstein-féle mozgás életekbe, ami ezeknek az Einstein-féle megfelelője, akkor már nincs az a probléma. Szóval az a baj, hogy ezekre mind nagyon szép magyarázat van, de akkor ennél százszor jobban el kell dúlgulni. Magának Einsteinnek sem ment ez egyébként. Hát akkor ezt most már érdemes elmondani. Csak hogy a magyarságunkat is erősítsük, szóval Einstein tudta, hogy ez egy nagyon kemény dologba vágja a fejszék, ez a görbült teres leírás van minden, ez egy nagyon bonyolult, és nagyon új volt akkoriban. És hát tudta, hogy neki fizikusként nem sok esélye van ezzel megbirkózni, mert egyszerűen nem látott ilyen képeteket, kell egy matematikus.
volt egy matematikus barátja, akit Marcel Grossmannak hívnak, és aki itt végzett a Luhl Egyetemen. Úgyhogy ez a magyar vonatkozás, akkor ő is segített teljesen kidolgozni ezeket a cifravégzeteket. Van esetleg még kérdés? Hogyha nincs, akkor köszönöm szépen. Most fog kezdődni egy kis tárgyalat az előadása, forró kozmológiai buborékokról. Nagyon jó, szabos kérdés van.